akkor remélem, hogy a kellemes ebéd után a témaján újból felajzva készen állunk egy izgalmas másfél-két órára. Szeretettel köszöntök tehát mindenkit, aki visszatért közénk, és egy olyan kerekasztal beszélgetésre szeretnék mindenkit invitálni, ami reményeim szerint egyfajta előjelzése is lesz annak, hogy ilyen is lehetne egy diskurzus, egy fontos témáról, még az egy olyan témáról, aminek messze nem csak technológiai, pénzügyi, gazdasági vonatkozásai vannak, hanem meggyőződésem szerint nagyon komoly társadalmi vonatkozása is. Ahhoz, hogy itt egy izgalmas élő párbeszéd legyen, ahhoz négy olyan vendéget hívtunk segítségül, akik a téma valamelyik szeretében, és különösen annak a kommunikációs vetületében otthonosan mozognak, és ennek megfelelően ők fogják reményeim szerint nem egyszer akár egymással ellentétes véleményüket is megfogalmazni, és segíteni valamennyiünket abban, hogy értsük, mi az, ami mozgatja a közvéleményt, mitől lehet ez a téma érdekes, hogy éppen mitől érdektelen a közvélemény számára. Hadd mutassam be a négy vendéget, akit meginvitáltam. Sajnálatos módon csak a férfi ember társaságában fog kint ülni, de hát az élet a sors így hozta. Duránszkai Gábor, a TNS Hoffman Specialist divíziójának vezetője, közvéleménykutató, mellette Han Endre, a Medián közvéleménykutató ügyvezetői igazgatója, mellette Egyed László, újságíró, és akkor gyakorol majd bizonyos más funkcióiról, vagy szerepeiről is, vagy pozícióiról is szólt egy, és Hargitai Miklós újságíró. Nem véletlen ez a kettő-kettő felosztás, talán többféleképpen vissza is köszön, majd közvéleménykutatók, akik elemzik, megfigyelik, értékelik a társadalomban zajló mozgásokat, segítenek a megértésben, és két olyan szakember újságíró formájában, aki pedig tevékenyen részt vesz annak a képnek a formálásában, ami mindannyiunk fejében él, és különösen az etermen kívül eső fejében él az atomenergia, az energia forradalom kérdéseiről. Olyan módon kezdenénk a beszélgetést, hogy előjáróban egy rövid 8-10 perces expozit vagy felvezetést tartanának a kollégáim, és ezt követően pedig átalakulunk egy olyan kerekasztal beszélgetésé, amivel minél hamarabb önöket igyekszem majd bekapcsolni. Köszönöm, és akkor átadnám a szót először Duránszkai Gábornak. Köszönöm szépen! Nagyon örülök, hogy ennyien maradtunk végére. Én Duránszkai Gábor vagyok, és a TNS Hoffman Körben képviselem. Azt gondolom, hogy én hogyha esetleg Paksról különböző közvéleménykutatásokat keresnek, akár az interneten, akár gyakorlatilag bárhol, akkor viszonylag sokszor találkoznak a TNS nevével. Ez gyakorlatilag abból jön, hogy 22 éve végzünk kutatásokat a Paksi atomerőműnek, Paks megítéléséről. Nagyon azt gondolom, hogy ebben a körben kevésbé kell kinyitom azt a kérdést, hogy hogyan kommunikál Paks. Most olyan adatokat fogok hozni önöknek, amik mégsem ebből a felmérésből vannak, hanem egy másik büszkeségünkből, ez pedig az Eurobarométer felmérés. Magyarországon mind a standard Eurobarométer, mind a telefonos Eurobarométer kutatásokat a TNS végzi. Gyakorlatilag ezek a kutatások rendszeresen visszatérően foglalkoznak az atomenergia megítélésével. Ebből szeretnék néhány dolgot hozni, és igazából tényleg nem egy felütésnek szeretném ezt az első szlájdot. Ha azzal szembenézünk, hogy miért nehéz mondjuk Paksról kommunikálni jelenleg, akkor talán az egyik legszebb szlájd, ez az Eurobarométernek a májusi hulláma, idei hulláma. Arra a kérdés, hogy mit gondolnak, hogy mi az a két legfontosabb probléma, amelyekkel ma Magyarország, illetve ön pillanatilag szembenéz. Gyakorlatilag azt láthatjuk, hogy a lakossági vélekedés az, hogy környezetvédelemmel, éghajlat és energiaügyekkel kapcsolatban csak a magyar lakosság, Magyarországi probléma, a magyar lakosság 1%-a gondolja azt, hogy ez gyakorlatilag benne van a top 2 ügyben. Ha azt kérdezzük tőlük, hogy
hogy önpillanatnyilag milyen problémákkal néz szemben, azt láthatjuk, hogy gyakorlatilag ismét megismertünk azt, hogy a környezetvédelem, energiapolitika kérdésbé érdekli a magyar lakosságot, mint egyéb gazdasági kérdés. Csak azért mutatom be, mert ténylegesen azt mutatja meg, hogy milyen azoknak a híreknek a fogadtatása, ami energiaügyekkel, paksal kapcsolatos dolgok. Ugye, gyakran beszélünk a magyarországi társadalom materialista értékrendjéről, így társadalomkutatók. Azt lehet látni, hogy sokkal inkább ténylegesen a gazdasági helyzetben, munkanélküliséggel kapcsolatos kérdések kerülnek manapság előtt. Tehát ez a jelenlegi helyzetkép. És talán ilyen típusú érdemzet kell találni akkor, amikor egyáltalán erről a témáról kezdünk beszélni, és ezzel próbáltatásra megközelíteni. Most egy kicsit visszaugornék az időben, ugyanis 2009. szeptemberében készült egy Euróbarométer felmérés, amely rangsorolta, illetve gyakorlatilag az összes Európai Uniós tagállamban kérdezgette az atomenergiával kapcsolatos vélekedéseket. Nagyon spontán módon azt lehetett látni már 2009-ben, hogy amikor atomenergia szóba kerül, akkor alapvetően Magyarországon is, és az EU több országában is, tehát az EU által tekintetében is, elsősorban a rizikók jutottak ezt az embereknek az eszébe. Tehát Magyarországon is ugyanez a helyzetkép, viszont már ebből a csárból is látszik, hogy még a rizikók azok elsősorban, tehát azok 45%-a a magyar lakosságnak, míg az előnyök 41%-a a magyar lakosságnak jut eszébe az atomenergiáról. Tehát már ez a kép előre fogja vetíteni azt, hogy atomenergia megítéléssel kapcsolatban bizony elég megosztott a magyar társadalom jelenleg. Az egyik oka ennek, hogy személyesen a magyar társadalom, a magyar felnőtt társadalom csupán egyharmada gondolja azt, hogy személyesen rá és a családjára nézve az atomerőmű Magyarországon kockázatot jelent, tehát bármilyen kockázatot is jelent. Ha megnézzük azt, hogy miből is fakadhat ez, és természetesen az egyik kérdés az a tájékozottságnak a kérdése. Azt lehet mondani 2009-ben, és ez igazából nem változott az évek folyamán, hogy a magyar lakosság a saját bevallása szerint 78%-ban alulinformáltnak tartja magát az atomerőművel kapcsolatban. Viszont ha megnézzük ezt a csártot, és itt megnézzük azt, hogy Magyarország hol van ezen a térképen, ez nem egy sajátos jelenség. Gyakorlatilag az Európai Unió országai tekintetében néhány észak-európai ország kivételével gyakorlatilag ez teljes mértékben igaz az Európai Unió polgárja. Tehát ugyanúgy alulinformáltnak érzik magukat az atomerőművekkel, atomerőművek biztonságos működésével kapcsolatban. Ha megnézzük azt, hogy kitől is várnak segítséget, honnan szeretnének informálódni, milyen forrásokat tartanak megbízhatónak a nukleáris energiáról, azt lehet látni, hogy, és viszonylag ritkán találunk egyébként ilyen típusú témát, leginkább a tudós társadalom, a nemzetközi szervezetek és a nukleáris biztonságért felelős magyar hatóságok a legszabad ilyetőbbek ebben a témában, és gyakorlatilag a lista alján van akár a kormány, de a civil szervezetek, a helyi, regionális hatóságok. Tehát ezek kevésbé megnézhetők. Tehát azt lehet látni, hogy nagyon nagy információ éhség van, szeretnének többet tudni, viszont nem mindegy, hogy ezt az információt honnan kapják meg. Mit gondol a magyar lakosság arról, illetve az Európai Unió lakossága arról, hogy a média által nyújtott információ az elégségesen? Talán ki lehet találni a választ, egy harmada a magyar társadalomnak gondolja azt, hogy a média által nyújtott információk azok képesek, ezek által nyújtott információk által képesek előnyöket, hátrányokat mérlegelni az atomenergiával kapcsolatban.
És a legutolsó szlájdom ezzel kapcsolatban, ezzel a felméréssel kapcsolatban az, hogy szerint az atomenergia jelenlegi arányát csökkenteni kellene, ugyanolyan szinten tartani kellene, vagy esetleg növelni kellene. Szintén a magyar helyzetkép érdekes. Kicsit többségben vannak azok, akik azt mondják, hogy növelni kellene, de igazából a domináns többség azt mondja, hogy ugyanolyan szinten kellene tartani az atomenergiának a jelenlegi súlyát. És Magyarországon csupán 20% volt az, aki azt mondta, hogy ezt csökkenteni kellene. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, és akkor haladnánk egyből tovább, majd a kérdéskör során lehet majd akkor Gábor részére kérdést föltenni, úgyhogy ha nem vét kérném, akkor a pulpitushoz is a mikrofonhoz. Köszöntöm közönséget, hölgyeim és uraim! Én egy szerény adalékkal járulnék hozzá ahhoz, amit Gábor kedves kollégám elmondott. Nekünk nincsen ilyen hosszú idősorunk és ilyen kiterjedt vizsgálatsorozatunk, de volt alkalmunk 2011 nyarán és ennek az évnek a nyarán is néhány kérdést feltenni a Medián online kérdőívében. Elsősorban szóval szerény források álltak rendelkezésre néhány civil szervezet meg média támogatásával tudtuk ezeket a kérdéseket föltenni. Az érdekessége talán az, hogy 2011 nyarán, jó egy évvel ezelőtt, még elég friss volt a fukushimai tragédiának az emléke, az élmény, és ez valamelyest, legalábbis a jelek szerint, valamelyest árnyalhatta a közvélemény képét vagy véleményét az atomenergiáról. Itt egy eléggé sűrű ábra, mindjárt mód van a két felmérés, az idei meg a tavalyi felmérés közötti különbség megvilágítására. Két ilyen levegőben lévő kérdést vagy felvetést teszteltünk. Megkérdeztük, hogy a választadóink egyetértenek, vagy nem értenek egyet. Először is azzal, hogy esetleg az atomerőmű élettartamát meghosszabbítsák, a működését. Másrészt, hogy épüljön-e új atomerőmű a már meglévő mellett. Látható, hogy mindkét ügyben többségi álláspont az elutasítás. Abszolút többség. Enyhe különbség van, tehát valamelyes szigorú volt a közvélemény ítélete 2011-ben, mint 2012-ben, és ez feltehetőleg összefügg azzal, amire utaltam, tehát a Fukushima emlékével. Ha ezt a két kérdést összevonom, tehát akkor adok a kombinációk, jönnek ki, hogy mind a két gondolatot támogatja egy kisebbség, tehát 23%, ott a bal felső sarokban az a halványaké, és ha nem is abszolút, de relatív többség, 40% mind a két javaslatot, elképzelést elutasítja. Ezek már, és általában, mivel nincsenek olyan nagyon drámai különbségek, nem nagyon fogok már kitérni a két felmérés közötti eltérésekre, hanem a mostaniakról beszélek, a mostani adatokról. Tehát ez az egyik megállapítás, amit itt tehetünk. A támogatás tavaly óta egy hajszállal erősödött, mint jeleztem. Nagyon érdekes megnézni, hogy vannak-e ennek a álláspontnak, van-e ennek politikai háttere, ami azért nem magától értetődő, mert Magyarországon ebben a kérdésben nincs intenzív, nyílt vita, tehát nincsenek olyan markáns
párt álláspontok, amikhez a szavazótáborok igazodhatnának. Ennek ellenére vannak különbségek, de a legdrámaibb különbség az, hogy a legelutasítóbbak a úgynevezett bizonytalan szavazók. Ez a bizonytalan jelző, ez nem fontos. Mindenképpen olyanokról van szó, akiknek nincs pártpreferenciájuk, és ez elég közismert, hogy manapság ez milyen hatalmas tömeg. Tehát részben ez a tömeg felelős azért, hogy viszonylag negatív vélemény van az atomerőművek, vagyis a Pakssal és Paks jövőjével kapcsolatban. Ennél egy kicsit talán még meglepőbb, hogy az LMP, amelyik hát ugye ökopártnak tekinthető, és amennyire a vitákban ez megfogalmazik, hogy nem feltétlen hívei az atomenergiának, bár ez egy bonyolult dolog, nem akarok ebbe belemenni, de érdekes módon kevésbé elutasító ez a szavazótábor, mint a Jobbiké, amelyik több szempontból visszatérően ebben az ügyben elutasító, negatívabb álláspontot képvisel más pártok híveinél. Felvetődött ez a kérdés, tehát hogy legyen-e népszavazás. Ez aztán egy majdnem teljes megosztottságot tükröz, erre a kérdésre adott válasz, hiszen a 46 és a 48 gyakorlatilag 50-50, ezek nem szignifikáns különbségek. Ebben a kérdésben egyáltalán nincs különbség. Hajszára ugyanez volt a tavalyi eredmény. Viszont, hogyha azt kérdezzük, hogy milyen valószínűséggel menne el, ha lenne egy ilyen népszavazás, akkor mutatja az arány, a relatív érdektelenséget, mert a 28% úgynevezett biztos szavazó, az még a nagyon drámaian alacsony párt, tehát országgyűlési választási részvételnél is jóval szerényebb. Mostanában 40% körül van azoknak az aránya, hónapról hónapra, akik azt mondják, hogyha parlamenti választások lennének a közeljövőben, akkor elmenne szavazni. Tehát valóban nincs a kérdés a társadalmi, a köztudat előterében. Ha eljátszunk a gondolatot, hogy mi lenne, ha lenne népszavazás, akkor ebből nem mondhatunk le valamilyen határozott következtetést, mert nagyjából ugyanolyan megosztotta, tehát nagyjából fele-fele arányban vannak támogatók ellen. Nagyjából ugyanolyan arányban vannak támogatók és ellenzék, mint a teljes népességben, de ebből még nem feltétlenül következik, hogy egyértelmű nem lenne az eredmény. Miket éreznek az emberek a atomenergia kapcsán, tág értelemben kockázatos, veszélyes dolgoknak? Ha itt egymás mellé rakjuk, nincsenek nagyon nagy különbségek, de a paksi atomerőmű kockázatát kisebbnek, vagy hát kevésbé erősnek érti a magyar közvélemény, mint úgy általában. Tehát, hogyha általában kérdezzük, hogy mennyire veszélyesek az atomerőművek. Tehát van a köztudatban valószínűleg egy olyan árnyalatnyi különbség, amelyik arra vonatkozik, hogy talán jobban bíznak a paksi atomerőmű biztonságában, mint úgy általában ennek a dolognak a veszélyességében. Amit a leginkább veszélyesnek éreznek, hogy ott az alsó oszlop a nukleáris hulladékokat érzik nagy kockázatnak. Zárásul talán ez a leglátványosabb táblázat, amit be tudok mutatni. Ez egy segített kérdés volt, tehát nem úgy általában nyitott formába tettük föl, hanem egy kártyán átadtuk ezeket a különböző
energiahordozókat, és azt kérdeztük, hogy melyiket kéne a leginkább és melyiket a legkevésbé ösztönözni. Teljesen egyértelmű, hogy a magyar közhangulat a megújuló energiát, szél vagy napenergiát, így volt megfogalmazva a kérdőjében, ez iránt mutat nagyobb érdeklődést, ez az, amiben fantáziát lát. És ebből a szempontból hát az atomenergia nem tűnik igazán vonzónak, hiszen 45% kimondottan a legkevésbé ösztönzendő energiaforrásnak tartja. Köszönöm szépen, ez rövid bevezető talán. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy itt a újságíró társadalmat reprezentáló két kollégának a labdát a két közvéleménykutató fel is adta. Önmagában csak azt egy adatot idézem, hogy Magyarország azok közé, az európai ország közé tartozik, ahol legalacsonyabb a média hitelessége ebben az atomenergia kérdésben. 26% válaszolta igenlően, hogy megbízik abban, amit a médiában hall, olvas, lát erről a kérdéskörről. Úgy tudom, hogy ez önmagában egy nyitott kérdés, amire érdemes válaszolni, akkor át is adom a szót Egyed Lászlónak. Igen, ugye mondtad, hogy még biztos hozzáteszek magamhoz, hát együtt, hogy én fizikus is vagyok, tehát nem egészen laikusként szólok hozzá az atomerőműek kérdéséhez. Egyébként egy lépás kérdést hadd tegyek föl. Tudják-e, hogy mi a legveszélyesebb hely? Hát természetesen az ágy, az emberek többsége ott hal meg. Ugye, tehát az, hogy mit tekintünk veszélyesnek és mit nem, hát ez szemlélet kérdése. És én azt gondolom, hogy az atomerőműveknél is igazából nem az a kérdés, hogy ez most egy veszélyes vagy nem veszélyes, hanem hogy a veszélyek ellen tettem valamit. Egyébként ugye Carlo Rubbia, Nobel-díjas fizikus, a neve most a hízgozó kapcsán egyébként forog, ő fogalmazta meg azt, hogy milyennek kéne lennie egy atomerőműnek ahhoz, hogy valóban biztonságban érezzük magunkat. Ugye az első számú szempont az, hogy olyan fűtőanyaggal működjön, amiből nem lehet atomfegyvert csinálni. A második szempont, hogy a baleseteket ne óvintézkedésekkel akadályozzuk meg, úgy tervezzük, hogy a fizika törvényei ne tegyék lehetővé azt, hogy bármilyen baleset történjen. Ugye? És a harmadik pedig az, hogy a megmaradó sugárzó hulladékot valamilyen módon minimális mennyiségre lehessen csökkenteni. Ugye ezen kell dolgozni, és nem azon, hogy valahogy kiírtsuk az atomerőműveket. Nekem legalábbis ez a véleményem. Természetesen nagyon sok probléma van velük. Egyébként hát reaktorbalesetekre én előtt hallottam, mint szerintem bárki itt a teremben, mert Szalai akadémikus Debrecenben mesélte, hogy ők mérték, pontosabb átveszek, hogy nem ért, a kihulló csapadéknak a radioaktivitását, és egyszer rádioaktív nátriumot találtak benne, vagyis nagy valószínűséggel a Szovjetunióban felrobbant egy nátriummal hűtött atomerőmű. Csak hát erről akkoriban nem nagyon esett szó, és miután a sugárzás valószínűleg olyan irányban terjedt, ez nem kerül ki sehová. Tehát reaktorbalesetek persze, bekövetkeznek. De hogy védjük meg mondjuk a paksi atomerőművet attól, hogy egy mondjuk ekkora háznagyságú metal becsapódik, és olyat mégis ezt is megúszta. Ugye erre nem készülünk, mert ennek nagyon kicsi a valószínűsége. Azért meg kell vizsgálni azokat a lehetőséget, amiknek reális kockázatuk van, tehát például földrengés, és ezekre kell felkészülni. Ugye egyébként Fukushimáról azért tudni kell, hogy noha valóban nagyon sokan haltak meg a cunamitól, a sugárzást, ami onnan kikerült, egyetlen egy ember nem halt meg, amennyire én jelenleg a tegnapi statisztikák szerint ezt megállapítottam. Tehát ugye valaki egyébként kiszámolta, hogyha valaki 200 méterre lakik az atomerőműtől, és oda jár be dolgozni autóban, nagyobb az esélye, annak a valószínűsége, hogy a 200 méteren meghal egy autóbalesetben, mint hogy egy reaktorbaleset fog az életének véget vetni. Tehát ezeket a kockázatokat kell egyik oldalon számolni. A másik oldalon ugye meg azt, hogy valamilyen módon mégiscsak el kell juttatni az elektromos áramot ebbe a konnektorba, és nem azt mondom, hogy az atomerőmű az egyetlen megoldás, de azt gondolom, hogy a sok-sok lehetőséget, ami rendelkezésünkre áll, kezdve a
ugye leválasztott szénleválasztásos erőművek, az atomerőművek, az alternatív energiaforrások, a geotermikus, a hullám, és hol mi a rendelkezés. Ezeket mind-mind ki kell használni, egymás mellé kell szépen tenni, és ilyen módon kell gondoskodnunk az energiaellátásunkról, amellett, hogy természetesen meg kell próbálni takarékoskodni az energiával, hogy itt is szép energiatakarékos fénycsövek világítanak meg minket. Tehát azt gondolom, hogy nem jó az a vita, hogy alternatív energia vagy atomenergia. Én azt mondom, hogy alternatív energia és atomenergia. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és akkor valaki meg Miklós kérném meg, nem utolsó sorban. Köszönöm szépen én is a lehetőséget, hogy itt lehetek. Először egy nagyon régi múltbeli emlékemmel kezdeném. A óvodában volt egy beszélgetés a védett madarakról, ennek körülbelül 40 éve most. És hát megkérdezte az óvónén, hogy miért szeretjük a fecskét, miért lehet védett, és mondta minden óvodás boldogan, hogy azért, mert megeszi a legyet meg a szúnyogot, és ebben megállapodtuk, hogy hát milyen szép dolog ez a fecskét. És aztán a következő kérdés az volt, hogy miért szeretjük a gólyát, amire mondták boldogan az óvodások, engem is belépve, hogy azért, mert megeszi a békát, és itt szakadt vége a beszélgetésnek. Tehát azt a következő kérdést már nem kockáztatta meg az óvó néni, hogy miért jó az, hogyha a gólya megeszi a békát. Az óvodások többsége fél a békától, vagy legalábbis tart tőle, ők ennek örültek, miközben nem hiszem, hogy sok hasznosabb állat van a békánál. És ez a történet úgy keveredik ide, hogy ezeket a egyen későbbi kérdéseket általában az atomenergiával kapcsolatban se teszik fel azok, akiknek ez a dolguk lenne. Én elsősorban a politikusokra, illetve a felügyelő hatóságok embereire gondolok ez alatt. És ezért a újságírók találják magukat nagyon gyakran abban a kényelmetlen helyzetben, hogy ők vannak a, mondjuk úgy, hogy az atomellenes küzdelemnek a frontvonalába, és ők kénytelnek ezeket a kényelmetlen kérdéseket feszegetni, ami mondjuk nekem a személyes meggyőződésemtől egyébként egyáltalán nem áll távol, de mégsem gondolom azt magától értetődőnek, hogy ez egy újságírónak a feladata, akinek egyébként inkább valamilyen semleges pozíciót kellene elfoglalnia. És magamnak is gyakran fölteszem azt a kérdést, hogy vajon miért van ez így. Én most már a harmadik éve készítek egy riport sorozatot, ami hát minden évben egy darab készül el belőle, és pont ezeket a kérdéseket járja körül, vagyis hogy miért akar Magyarország feltétlenül új atomerőművi reaktorokat építeni, és jó ez nekünk, és miért olyan erős a politikának az elköteleződése emellett az ügy mellett, és bennem kialakult az a vélemény, vagy az a meggyőződés ezeknek a cikkeknek, meg a háttérmunkáknak a tapasztalatai alapján, hogy azért nem várhatjuk, hogy például a politikusok tegyék fel ezeket a kérdéseket, mert a magyarországi politikát azt az atomenergiaszektor az maximálisan korrumpálta, és azért nem várhatjuk el a hatósági emberektől, hogy ők tegyék fel ezeket a kérdéseket, mert Magyarországon a hatósági szektort, az atomenergiaszektortól tulajdonképpen nem lehet elválasztani. A kommunikációjukban, az érvrendszerükben és gyakran a személyek területén is nagyon szoros a átfedés, nagyon sok a szereptévesztés, és a hatósági szektor, aminek a feladata az atomenergia szektor ellenőrzése lenne, az inkább ilyen védőernyőként képzeli el a saját szerepét, és azt gondolja hivatásának, hogy az atomenergiaipart megóvja többek között ezektől a kellemetlen kérdésektől. És amíg ez a helyzet, addig tényleg nincs nagyon más választás, mint hogy a újságírók foglalkozzanak ezekkel a kérdésekkel.
Most ugye itt két közvéleménykutató is beszélt előttem, és talán feltűnt nem csak nekem, hogy nincs teljes átfedés általuk tapasztalt válaszok, vagy a kapott eredmények között, hol elvileg ugyanarra kérdeztek rá. Most nyilván azt mindenki tudja, hogy a Magyarországon a kutatásoknak az eredménye általában mutat valamilyen korrelációt a megbízónak a személyével, tehát egyáltalán nem mindegy az, hogy egy közvéleménykutatást a Paksi Atomerőmű vagy az MVM ZRT rendel meg, vagy pedig mondjuk tegyük fel civil szervezetek a megrendelők, és nem mindegy az, hogy azt kérdezzük az emberektől, hogy szeretnének-e még 30 éven keresztül azzal a kockázattal együtt élni, amit az atomerőmű jelent, vagy azt kérdezzük, hogy mit szólna hozzá, hogyha 40%-kal emelkedne az áramára jövőre, és mondjuk ennek a kérdésnek a környezetében tesszük fel azt a kérdést, hogy elviselné-e, hogyha épülne még egy olcsó, biztonságos energiát termelő erőművi blokkapson. Elvileg ugyanarra kérdeztünk rá, csak nem teljesen ugyanabban a formában. Biztos, hogy 10%-nál nagyobb különbség lesz a két válasz között. Ugye az, hogy például 2011-ről 2012-re is már változott a paksi bővítésnek az elfogadottsága, kiderült itt világosan az adatokból. Egy kicsit nézz mögéje, hogy ez minek lehet a következménye. Nem tudom, valaki sejti-e, hogy körülbelül az MVM csoport egy évben mennyit költ kommunikációra, úgy nagyságrendileg. Én utána néztem ennek, ez egy olyan 7-8 milliárd forintos összeg. Ennek a döntő része valamilyen formában kapcsolatban van Paksal, illetve a paksi bővítéssel. És hogyha megpróbáljuk ezt szembeállítani azzal, hogy az ellenkező oldal, tehát akinek mondjuk az lenne a feladata, vagy egyáltalán foglalkozna vele, hogy megkérdőjelezze ennek a beruházásnak a racionalitását, vagy végiggondolja, hogy milyen kockázatokkal jár ez, hogyha mi felszállunk erre a vonatra. Tehát, hogy ez a másik oldal, ez mennyi pénzt költhet. Nem tudom, hogy 100 millióig eljutnánk a számolásba, de sokkal tovább biztos, hogy nem. És akkor ebben már az összes olyan zöld szervezetnek a teljes éves költségvetése benne van, aki az életében valaha az atomenergiának a tematikája közelébe került. Tehát ilyen súlycsoportbeli különbségek vannak a kommunikációs fegyvertárban. Hogyha valaki nyáron figyelte a fesztiválokat, az összes magyarországi fesztiválon ott volt az MVM ZRT, valamilyen formában a fesztivál kamionjával így ugyanúgy, és mindenhol tolta azt az üzenetet, hogy a paksi atomenergia az olcsó, megbízható, biztonságos, csökkenti az importfüggőséget, és a legtisztább az összes rendelkezésre álló lehetőség közül. Ráadásul egy olyan környezetbe mutatta be a atomenergiát, tehát megújulók környezetében, mint hogyha ez is a megújulók egyike lenne, amiről ugye tudjuk, hogy hát nem álltunk közel a valósághoz. Vagy itt van mondjuk a hulladéktárolásnak a problémája és ennek a problémának a kommunikációja. Ugye erről a nagy többség a közvélemény annyit tud, hogy hát Magyarország ezt valamilyen formában megoldotta, mert hát ott van a Bátaapáti tározó. Igen, az kétség kívül ott van, de ez ugye kis és közepes aktivitású hulladékoknak a tárolására szolgál, vagyis semmi köze például a Pakson keletkező kiégett fűtőelemekhez, amiknek a tárolása egyébként megoldatlan, de ez mondjuk így a kommunikációnak az a második rétege, amihez az átlag olvasó már nem nagyon jut el. Aztán ez a kis és közepes aktivitású hulladék tárolás is horribilis költségeket emész fel, ami szintén nem nagyon jut el az átlag újságolvasónak a tudomásáig. Amikor sajtótájékoztatón bejelentették, hogy megépül ez a tározó, akkor 10 milliárd forintos költséget kötöttek hozzá. Ehhez képest én megpróbáltam utána számolni, hogy mennyibe került valójában. A idei év elejéig elköltöttek rá több mint 70 milliárd forintot,
az idei évben ez további 6 milliárddal bővül, és az a szervezet, ami ezt működteti, illetve maga a működtetés, az évente 16 milliárd forintba kerül ezen felül. Tehát mondjuk, hogy ezt végszámoljuk, ugye itt nem pár éves, hanem pár száz éves távlatokba kell legalább gondolkodni, akkor kiderül, hogy ez a hulladéktárolás ez nem egy olcsó mulatság, és még egyébként az olcsó műfajról beszélünk, mert ez a kis és közepes aktivitású hulladéknak a probléma, és nem a kiégett fűtőelemeké. Ja, a politikának a korrumpálásáról beszéltem az elején, ehhez még búcsúzol egy érdekes adalék, hogy ennek a 7-8 milliárd forintos összegnek, amit említettem, hogy ennyit költ az MDM csoport egy évben kommunikációra, ennek csak egy része médiaköltés, de a kormányváltás óta ennek a médiaköltésnek több mint a 90%-a olyan orgánumoknál jelenik meg, amik egyértelműen kormánypártiak. Tehát magyarul az MVM, az ERT megteheti azt, hogy évente mondjuk 2 milliárd forintért közvetett pártfinanszírozást folytat Magyarországon. Én azt mondom, hogy ez már az a nagyságrend, amivel a politikai döntéseket közvetlenül befolyásolni lehet. És hogy miért van értelme Magyarországon akkor is atomerőművet építeni, hogyha nincs értelme. Hát gondoljuk végig azt, hogy mondjuk 3000 milliárd forint elköltéséről dönteni a magyarországi korrupciós szint mellett, az körülbelül hány milliárd forint zsebretételének a lehetőségét jelenti. Egy olyan országban, ahol egészen más a korrupciós kultúra, mint mondjuk Norvégiában, ahol szintén van korrupció, de ott azt szokták mondani, hogy mondjuk egy állami beruházás költségvetésének az 5%-át lehet ellopni, de úgy, hogy nagyon kell vigyázni arra, hogy a projekt időbe kész legyen, és utána jól működjön. Magyarországon viszont a közvélemény zokszó nélkül tudomásul veszi azt, hogy soha nem készül el a dolog, lásd például a 4-es metrót, vagy ha elkészül, akkor teljesen működésképtelen, például ezt a beléptető rendszert, amit még a 2 vagy 3 évvel korábbi kormány idején akartak a focipályáknak csinálni, és mondjuk nem 5%-át lehet ellopni a pénznek. Tehát az én számomra nem kérdés, hogy miért ragaszkodik ez mindenáron a politika, inkább csak az a kérdés, hogy meg lehet-e őket állítani ebben. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, és igazság szerint a két szakma képviselőt szeretném először megszólítani, ugyanis elhangzott egy fontos állítás, és kíváncsi lennék a véleményetekre. Az egyik a közvéleménykutatásokkal kapcsolatban elhangzott, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy hasonló témában eltérő, vagy akár lényegesen eltérő eredményre jutottatok. Próbáljuk meg ezt egy kicsit megnézni, hogy ez módszertani időbeli adatfelvételi különbségben mire vezethető vissza. És addig pedig az újságíró kollégáktól azt szeretném megkérni, hogy röviden kommentálják azért azt a tényt, hogy a magyar média hitelessége, elfogadottsága ebben a kérdéskörben ennyire alacsony, mint ahogy az Eurobarométer kutatásból kiderült, hogy ennek vajon mi lehet az oka. Jó, akkor először kérdjük a közvélemény kutatókat. Megint egy nagyon rövid megjegyzést tennék csak a fejlődnek, és egyáltalán nem személyes kérdését, nem csak amit, hogy az ebédszüneten kimaradt volna az előadásom elején, ugyanis én nem a Paksi felmérésből idéztem, tehát, hanem az Euróbarométer felmérésből idéztem, aminek az Európai Unió a megrendelője. Én így igazából nem hiszem, hogy bármilyen típusú részrehajlás, ami ezekből a szavakból így kihallatszott, az igaz lenne ránk. Egyébként azok az adatok, amit Hargitay úr idézett, mint reklámkörté szintén mi mérjük, tehát azt sem lehet mondani, hogy ezek mondjuk nem lehetek volna publikus adatok, vagy bármilyen típusú különbségek. Egyébként visszatérve az eredeti kérdéshez, vannak különbségek, ez igaz, a kérdésfeltevésekben is vannak különbségek. Például a népszavazás kérdésében, mert a Vandi azt mondta, hogy a népszavazásnak a megítélése kettős, amikor azt kérdezzük, hogy igen, nem, tényleg megosztja ez a társadalmat, viszont hogyha azt kérdezzük, hogy minek kellene döntenie Paksról, akkor népszavazás bőven veri gyakorlatilag az összes
összes válasz lehetőséget. Tehát igazából még mindig ez lenne a legjobb megoldás. Köszönöm szépen. Hát ez elég közkeletű sztereotípia a mi szakmánkkal kapcsolatban, hogy a megrendelő fizet, és az szerint jön az eredmény. Nagyon ritkán igazolható, sajnos vannak tényleg kilógó esetek, különösen mostanában, mert vannak tényleg olyan kormányhoz közel álló közvéleménykutatók, amelyeknek az eredményei néha gyanúsak, de semmiképp se csalást kell ott se föltételezni, általában csak, hogy úgy mondjam, trükkös kérdés feltevés. Erről hosszabban tudnék mesélni és előadni, de hát ez nem ennek a helye. Ugyanakkor tényleg a legnagyobb örömmel vettem tudomásul, hogy az utóbbi hetekben éppenséggel ilyen összehasonlítás van, tehát kormánypárti vagy nem kormánypárti felmérés, szinte hajszára ugyanaz az eredmények, ki meg is lepett, hogy a most szőnyegen lévő előzetes regisztráció kérdésében az általam teljesen tárgyilagosnak és elfogadottnak tartott medián hoz nagyon hasonló, 1-2 százalékos különbsége nagyon hasonló eredményt hozott ki egy másik intézet. Szóval én nagyon szépen kérem a sajtót, hogy legyen azért ezzel egy kicsit tapintatosabb. Konkrétan Durászkai kolléga adataival elsekélye okom sincs kételkedni. Az nagyon fontos tény, hogy a kérdések megfogalmazása, egymás utánja, tehát az egész az interjú szerkezete is nagy mértékben képes, nem mindig szándékosan, tudatosan befolyásolni a válaszadókat. Tehát ezért is nagyon fontos. Egyik nagyon fontos dolog, hogy ezt tényleg szakszerűen csináljuk, a másik, hogy a nyilvánosság előtt ezek a módszerek, ezek az eredmények legyenek kontroll, kölcsönös kontroll tárgyai. Köszönöm szépen. Igen. Hát persze én azt gondolom, hogy és én a magam részéről, amikor megpróbálom terjeszteni az ismereteket, igyekszem tárgyilagosan és szakmailag előadni a dolgokat, és ez mindig sokkal kevésbé érdekes, mint amikor valamelyik zöld szervezet hangosan azt kiabálja, hogy Csernobilban 9000 gyerek kapott hajzsmirigy rákot. Nem teszik hozzá, hogy csak 96-ok meg közülük, mert ez egy meglehetősen jó indulatú, jó kezelhető betegség. Ilyen szenzációhajhászó dolgokat természetesen jobban el lehet kapni az embereket, és meg lehet a megfelelő irányban terelni a hangulatokat. A hitelességről szintén, hogyha az ember erről az atom témáról próbál írni, úgy, hogy a napi aktualitásokat is követi, akkor szembe találja magát azzal a problémával, amit az Energia Klub munkatársa már említett, tehát hogy a legalapvetőbb és épp észtel felfoghatatlan, hogy miért nem közkincsétett adatokat nálunk ilyen bozott harc árán lehet, ha lehet egyáltalán megszerezni. Tehát én, ha újságolvasó lennék, valószínűleg én is csak ezzel az attitűddel tudnék a sajtóhoz közelíteni. Nincs érdemi információ annak a... Ezeket tudom, nekik megvan. Időnként egyébként érdekes módon külföldről könnyebb Magyarországra vonatkozó, tehát még főleg mióta uniós tagok vagyunk, Magyarországra vonatkozó atomenergia adatokat beszerezni, nem tudom, hogy ennek mi lehet az oka. Tehát nem tudunk hozzájárulni újságíróként annak az olvasói dilemmának az eldöntéséhez, hogy jó dolog az atomenergia, vagy nem jó, érdemes ezzel Magyarországnak foglalkoznia, vagy nem érdemes, mert nincsen hozzá meg az az adatállomány, ami tehát a kérdés eldöntését segíteni tudná. Ráadásul, hogyha valaki ezzel
mondjuk a meggyőződése szerint őszintén foglalkozik, akkor saját magát kiteszi egyfajta egzisztenciális kockázatnak, de ami ennél súlyosabb, hogy az újságját is. Tehát Magyarországon az MVM csoport az egyik legnagyobb hirdető. Én átéltem azt, amikor a Népszabadságtól egy bizonyos ügy miatt elköszönt. Ezt az ember kétszer is meggondolja. Viszont nem lehet mondjuk az újságba éveken keresztül pávatáncot járni, tehát ez egy idő múlva az újságolvasónak is feltűnik, hogyha az újság nem őszinte és bizonyos tényeket nem hoz ki. És ez egy hitelességi probléma kétségtelen. Jó, köszönöm szépen. Szeretném a kört kiterjeszteni, és átadni önöknek is a lehetőséget, hogy kérdezzenek, és terjesszük ki akkor a diskurzust, akkor ne csak ötünkre, hanem itt 105-ünkre, vagy ahányan vagyunk a teremben. Van-e kérdés, kommentár, hozzáfűzni való az eddig elhangzottakhoz? Igen, ott hátul van egy jelentkező. Akkor egy pillanat türelmet, amíg odaér a mikrofon. Kovács Bencek a Fogyatékosok Központban, és hát itt elmondott egyrészt, hogy mekkora a média költése a PASZ-nak, illetve az MDM-nek, másrészt, hogy figyelik is ezeket a média költéseket. Az ennek a kérdésem, hogy esetleg olyan vizsgálatokat, médiaelemzéseket végeznek-e, ami arra utalna, hogy azokban a médiában, médiumokban, amelyeket támogat, illetve hirdetések által támogat a MVM, illetve a PAKS, hogy hogyan jelenik meg, vagy másképp jelenik-e meg az erőmű megítélése a cikkedben. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdést. Szerintem egyből akkor erre, ha van jelentkező, akkor válaszoljunk is, van erre vonatkozóan bármiféle mérés vagy kutatás ismeretek szerint. Azt tudnám mondani, hogy publikus nincs. Itt most magunk között vagyunk, tehát nincs semmiféle publikum, úgyhogy megbeszéltjük. Valamit mondanék erről, mert nem teljesen a exakt választ lesz a kérdésre. Tehát a én ismereteim szerint a legnagyobb adatbázisú nyilvános ilyen elemzést, médiaelemzést arról, hogy mik a költési szokásai a MVM csoportnak, a Kreatív című szaklap végezte, ez nyilvános, tehát a honlapjukon hozzáférhető, nagyjából ugyanarra következtetésre jutott egyébként, mint egy fél évvel előtte én is egy lényegesen kisebb mintán, hogy durván a kormánypárti sajtó és a kormány közeli média és plakátcégek felé mennek ezek a megrendelések. Azt meg már csak így kutatáson kívül fűzöm hozzá én, hogy abban az időszakban, amit én vizsgáltam, az MVM-nek a befektetési meg energiafejlesztési politikájával kapcsolatos kritikus cikket kormánypárti médiaorgánumban én nem találtam, pedig kerestem. Azt gondolom, ez lehetne egyébként egy igazán érdekes kutatási téma egy olyan cég számára, amelyik médiaelemzéssel foglalkozik, hogy tartalom szempontjából és a szerkesztőségi tartalom szempontjából mennyire van befolyása a költésnek, vagy a reklámköltésnek. Nyilvánvalóan józan észrel azt mondja az ember, hogy természetesen van bizonyos mértékig, tehát ez még messze áll a számszerűsíthető választól. Mert igazából legalábbis az érdeklődő közvélemény számára a szerkesztőségi tartalom az, ami nagyon fontos befolyásoló eszköz. Elnézést, én is alapvetően a tartalomra. Én azt gondoltam, hogy a tartalomra vonatkozik a kérdés, tehát én arra válaszoltam. A reklámköltési adatok azok elérhetőek. Önöknek is. Tehát ez gyakorlatilag a cégcsoportunknak van egy ilyen Dami, aki reklámköltéseket mér. Mi adtuk ki a kreatívnak azt, hogy hogyan költöttek az állami szerveken. Ez egy viszonylag, nem azt mondom, hogy egy teljesen nyilvános, de inkább azt mondom, hogy hozzáférhető az adatbázis. Jó, köszönöm. Következő kérdés. Igen, itt van egy jelentkező, nem szabad, hogy
mikrofon tudunk ide. Ott. Igen, és akkor utána pedig majd annak dolgokat. Róli Péter vagyok, Greenpeace Magyarországáról. Igazából nem is kérdést, hogy a kérdésem ugye erre az újságírás, a semleges újságírás, az elfogult újságírás dilemmájára vonatkozik, és egyben idézni is szeretnék egy korábban elhangzottak a kapcsolatban, tehát hogy vajon mi a szakszerű és mi a tényszerű újságírás, illetve véleménykifejtés. Ugye hallhattuk, hogy például a 200 méter az atomerőműtől lapó, stb., hogy ez a kockázatok, mérlegelni kell, és így tovább. És akkor csak egy idézetet szeretnék felolvasni Petz Elmő professzor úrtól, aki a Paksi atomerőmű vezérigazgatója volt. Ő ezt írta egy idén februári cikkében. Úgy gondolom, hogy a kockázat túl nagy, és haszontalan minden egyéb kockázattal az összehasonlítás. Az atomenergia a sugárveszély miatt olyan alattomos, hogy nem szabad egy tűzzel tovább játszadozni. Ez túl komoly játék. Nem szabad megvárni a harmadik nagy, hetes fokozatú nukleáris balesetet. Tehát, hogy ezt egy volt paksi vezérigazgató mondja, most ehhez képest az, hogyha autóbalesettel hasonlítjuk össze a nukleáris katasztrófa veszélyét, ami egy egyéni döntés, másik meg nem, akkor én ezt szeretném megkérdezni, hogy hol húzódik a szakmaiság és a tárgyalóság határa. Köszönöm. Bocsánat, ha drága vagyok, terve nekem szól, hogy nem az autóbaleset és a reaktorbaleset nagyságrendjéről beszéltem, a bekövetkezésének a valószínűsége, annak a valószínűsége, nem a veszélye, hogy az illető azon a 200 méteren meghal egy autóbalesetben nagyobb, mint hogy az illető ott a reaktor közelében, a reaktorbaleset közelében hal meg, ennyit mondtam. Bocsánat, és hátul kimaradt egy hölgy, megadnám neki is a szót, a szabad. Ki volt az még egyszer? Előre nem. És már el is ment valószínű. Ezt személyes veszteségnek leírom, hogy az én figyelmetlenségemből akkor kimaradt ez a kérdés, viszont itt mindenképpen van egy jelentkező, Anikó. És? Köszönöm szépen, nekem kettő kérdésem, illetve egy pár gondolatom lenne, főleg ahhoz, amit Egyed László mondott. Az első a Fukushima-i balesetnek a kára, kockázata, veszélye. Ugye azt hangzott el elég sok máshol, haláleset nem volt, közvetlen haláleset nem volt, ez így igaz. 37 sérültje volt azonban, ezek közül kettő munkás rádióaktív égési sebekkel. Most ha látunk valaha ilyen atomkatasztrófa filmet, akkor ahol lehet fogalmunk, 600 ember kapott nagyon-nagyon jeles töntő sugárterhelést, és 6 ember olyan sugárterhelést, hogy az egész életükre elegendő mennyiséget már meghaladták. Tehát rajtuk egyről milyen vagy emberi vizsgálat nem végezhető el. Tehát nagyon-nagyon jelentős közvetlen egészségügyi kára volt, a közvetlen rákeszély egészen biztos, hogy megemelkedett. Második, hogy azért tudták ilyen rendkívül alacsony szinten tartani az egészségkárosodásokat, mert azonnal kitelepítettek 2000 embert, 2 órán belül további 6000 embert, másnap 50 ezer embert, és 2 héten belül 170 ezer embert. Na most az, hogy ezeknek nincsen társadalmi költsége, emberi tragédiája egyebek, ahol lehet fogalmunk. És ebből körülbelül több ezer ember mai napig nem tudott visszatérni az otthonába, és a következő 500 ezer évben nem is fog. Úgyhogy nekik el kellett hagyni egy bőröndel vagy kirohanva a saját otthonukat. Komplett családoknak és több ezer embernek. A harmadik, hogy most megvan már a teljes kárelhárítási költség. Teljes kárelhárítási költség az 13 milliárd dollár. Ez pontosan is nagyon furcsa számmisztikával, ez pontosan az a 3000 milliárd forint, amennyibe az új paksi bővítés kerülne. Tehát a teljes magyar GDP 10%-a egy olyan balesetnél, egyébként a teljes csernobili balesetben kikerült rádióaktív anyag mennyiségnek, amire ma is csak szörnyölködünk, a 10%-a itt is kikerült. Tehát rendkívüli mennyiségű anyag a világ egyik legsűrűbben lakott területén.
úgyhogy azt hiszem, hogy azért ezek elképesztő komoly dolgok. Itt a Lászlóval volt egy kisebb vitánk a levétkor. Én azt mondtam, hogy ha erre gondolunk, és ez a világ technológiailag legfejlettebb, legkorrupciómentesebb, legfegyelmezettebb országában történt, akkor az, hogy ez szélturbinának a kockázatával és veszélyeségével összemérhető-e az atomenergia veszélyessége, azt hiszem, hogy innentől nem kérdés. És a másik állításod az tulajdonképpen az volt, hogy atom is kell, meg más is. Én azt hiszem, hogy én érzelmileg erre hajlandó lennék, tehát hogy nyitottan álljunk mindenhez, de azt hiszem, hogy azért kéne egy kis igazolás, hogy miért is érdemes még az atommal foglalkozni, mert a perpétum mobilével is foglalkozhatunk, hogyha valószínűleg tartjuk a sikert. De azért, ami most délelőtt elhangzott, hogy egy ilyen emelkedő költségek, beruházási időtúlépések, hitel hozzáférési lehetőséget, azért itt eléggé úgy tűnik, hogy foglalkozhatunk vele, ahogy egyébként ezzel a szén-dioxid föld alatti tárolással, a CCS-sel is, csak nagyon-nagyon eltérő esélyei vannak a sikernek. Bocsi, én egyébként igazából csak technológiailag foglalkozom a kérdéssel, nem vagyok egy közgazdász, ezért én azt nem tudom megmondani, érdemes-e itt Magyarországon bővíteni fogson ezt a atomerőt. Én a technológián foglalkozom, el kell mondjam egyébként, hogy a Paksó atomerőmű második blokkjának a reaktor magjában én voltam az utolsó élő ember, aki ott járt bent, mert akkor kijöttem, bezárták az ajtót, és mikor elmentem, elindították az a reaktor. Tehát ez még valamikor a 70-es években volt egyébként. Tehát mint minden általában ez is érdekel, elmegyek a szürészeti klinikára és megnézze a dolgokat. Szénbányába, atomerőműbe. Tehát azt gondolom, hogy, és amit ott bent a Paksi atomerőműben lát az ember, azért az nagyon-nagyon komoly biztonságot sugall. Tehát, hogy minden csőkanyar vas sinekkel meg van erősítve, hogy ha netán valami eltörik, vagy nem tudja, csak akkor is az biztonságban legyen, hogy a három darab agregáttal hajtott oltó berendezés mellett van egy negyedik, amelyik sűrített levegőre működik, tehát ha már semmi nincs, akkor is ki lehessen nyitni a csapokat, és így tovább, és így tovább. Tehát, én azt gondolom, hogy aki úgy érzi, hogy a Paksi atomerőműnek a léte és működése az egy kockázatot jelent, egy reális, tehát olyan kockázatot jelent, amitől félni kell. Én azt gondolom, hogy ez egy eltúlzás a dolgoknak. Persze, becsapódhat egy meteor, szétverheti az egészet, és szétszállhat egész Magyarországon a rádióaktív por. Igen, ezt a kockázatot vállalnunk kell. Én vállalom. Két megjegyzést tennék, illetve két különböző irányba szeretném tovább lendíteni a beszélgetést. Az egyik ehhez a adatokhoz kapcsolódva, amit Anikó említett, én azt gondolom, hogy nem kell annyira messzire mennünk, és hogyha csak a két évvel ezelőtti vörösiszap történetre gondolunk, tehát mit jelent emberi tragédiában, mit jelent természeti környezet rombolásban, egy ilyen váratlan, döbbenetes ipari katasztrófa, és ebből a szempontból számomra, vagy kommunikációs szempontból lényeges hasonlóság, vagy lényeges különbség nincs a kettő között, én azt gondolom, hogy az emberi léptékkel mérhető drámája óriási. Tehát ilyen értelemben ezek a kérdések valószínűleg minden technológiával és ipari tevékenységgel összefüggő veszélyes tevékenységbe igazak lennének. És egyébként csak hadd fűzem azt hozzá, hogy ahol Peruban van egy hatalmas nagy völgy, aminek a végében van egy iszapfal. Az az iszapfal olyan 4-5 évente leszakad, és mindenkit megöl a völgyben. Aki mégis életben maradt, visszamegy, és ott ér tovább. Én nem feltétlenül ezt a konklúziót hoztam volna, de minden esetre ilyen értelemben azt gondolom, hogy Fukushima magyarországi értelemben is átültethető vagy értelmezhető. Amilyen irányból viszont szeretnék tovább kanyarodni és a véleményeteket kérdezni, az, hogy az én fejemben így a beszélgetés alapján kirajzolódik egy viszonylag a téma iránt kevés érdeklődő közvélemény. Egy olyan közvélemény, akinek személy szerint maga előtt rendkívül sok egzisztenciális problémája van, és őszintén szóval kisebb gondja és nagyobb annál nincsen. Ráadásul egy olyan témáról beszélünk, ami nagyon bonyolult, rengeteg technológiai, tudományos vonatkozása van, olyan témák, amik a laikus közvélemény számára nem igazán érthetők. Milyen javaslatokat fogalmaznátok meg egy olyan, azoknak a szervezeteknek a számára, akik ebben a témával mégiscsak foglalkozni akarnak és egyfajta diskurzust generálni, hogy hogyan lehet egy ilyen témát mégiscsak a közvélekedés vagy a közbeszédnek a fókuszába behozni? Láttok erre bármilyen esélyt? Én azt gondolom, hogy
mindenképpen több ténnyel. Tehát egyszerűen olyan mértékű az információ szegénység ebben a területen, ami önmagában a magyarázata lehet annak, hogyha esetleg kicsi lenne az érdeklődés, bár én nem feltétlenül tapasztaltam. Most ott mondok el egy példát. 2003-ban volt egy üzemzavar a Paksi atomerőműben. Nyilván olyan emberek ülnek többségében, akik az átlagosnál jobban érdeklődnek ez iránt a téma iránt, illetve közelebb is vannak bizonyos értelme az információkhoz. Van-e olyan, aki meg tudja mondani, hogy egyrészt mekkora kár keletkezett ott, másrészt ki volt érte a felelős, és harmadrészt milyen módon történt ennek a kárnak a rendezése, vagy egyáltalán valami presztízse van-e valakinek erről? A dolog úgy történt, hogy volt egy parlamenti vizsgálóbizottság, ami ezzel a témával foglalkozott. Annak a parlamenti vizsgálóbizottságnak sem adták oda az erről készült hivatalos jelentést, és mostanáig nem tudja a parlament se, tehát a Magyarország gyűlés, hogy mekkora volt a kár, és ezt ki rendezte végül. A vizsgálóbizottságnak a jelentése egy rendkívül szűkszavú pármondatos valami volt, az utolsó mondat volt talán, hogy az az egyetlen, ami biztosan kimondható, hogy ez a nem általuk sem ismert kár, ez beépült a magyar áramárba. Tehát amikor ennyire irracionális módon titokba vannak tartva ezek az információk, akkor az a csoda, hogy egyáltalán valaki még elolvassa az erről szóló cikkeket szerint. Mi kell ahhoz, hogy egy ilyen téma izgalmas legyen, és fölkeltse az emberek érdeklődését? Változatlan ezt a kérdést pedzegetném, hogyha erre van még jelentkező. Kösz szépen, hogy kimondtad, hát én is ezt mondtam volna, ha én válaszolok. Jó, köszönöm, és akkor átadnám újból a szót. Először itt láttam egy kérdést a hölgynél, ott is, és ott középen. Köszönöm szépen. A délutáni szlájdok közt láttam egy olyat, ahol az volt feltüntetve, hogy a nyugat-európai lakosság kinek a szalárban bízik azzal kapcsolatban, hogy mennyire biztonságos egy atomerőműnek a beruházása, és az 40% környéki értéken volt az, hogy a tudósok szalára mennyire adnak. Szerintem ez sokat jelent abban a szempontból, hogy normális esetben 100%-nak kéne lenni ennek, ami jó jelenti valószínűleg a tudományos élettagjának a prostitualizálását. Gyakorlatilag bizonyos emberek simán beállnak pénzért bizonyos lobbik mögé. Én nagyon emlékszek arra gyerekkoromban, hogy hogy lettem én felnőtt koromra, meg korfiatalosságomra technokrata beállítottságú ember. Jelentem gyógyulok belőle, többek között egy Lászlónak a rádiós műsorait hallgatva. Nekem nagyon tetszett, ahogy előadta a dolgokat, és ittam a szavait rendszeresen. Most viszont azt kell mondjam... És remélem el is hittem. Én el is hittem gyakorlatilag, igen, mert... nem volt okom rá, hogy ne higgyem el, de most meg kell, hogy mondjam, a végsőkig fölháborít az a mindenféle emberi intuíció nélküli válasz az, hogy a 9000 csernobili pajzsmirigyákos gyerekből csak 9 halt meg. Gondolkozunk már el azon, hogy elnézést... Tenni, hogy a 9 az, ez is sok. Igen, és nem csak az a 9 a sok, még egy is sok lenne, hanem amíg az a 9000 családja ezt túlélte, hogy megélte. Ha ilyen dolgokat így tudunk csípőből mondani, olyan emberek tudnak ilyet mondani, és ezekkel úgy tudnak dobálozni olyan emberek, akiknek a szavára hallgatnak mások. Én mélységesen vagyok sújtva ezzel kapcsolatban, ne haragudjon. De hát ez az intuíció az egyik érzés legnagyobb mérvű arcú csapása, ne haragudjon. De elnézést, de nem erről beszéltem, én csak arról beszéltem, hogy azért mégiscsak 9000 meg 9 között van különbség. Igen, valóban egy is sok, természetesen. Én csak egy nagyon rövid érdekességet szeretnék mondani a fukushimai balesettel kapcsolatban, hogy egy dokumentumfilmet néztem, és ott
arról beszéltek, nem is egy japán ember beszélt arról, hogy őket is félrevezették a hatóságot. Nekem ez ennél érdekes volt. Most egy kicsit ez, tehát ez erre fölvágódott a fejem, hogy annyira döbbenetes volt, mert ugye hát azért Csernobil után, hogy milyen borzalmak voltak, azt tudjuk már, mint tájékoztatás szempontjából, és az ember azt várta volna, hogy már mennyi idő eltett, meg hát mégis Japán, és hogy erre nagyon fölfigyeltem. Középen volt egy úr. Köszönöm szépen. Megragadnám az alkalmat, hogy amit az a lehetőség jelent, hogy Sarlós Gobi megpróbálta odébb pöckölni a labdát. Hát nagyra becsülve az eddigi beszélgetést, nekem azért úgy tűnik, hogy egy kicsikét egy ilyen virtuális kommunikációs térről beszélgetünk, akár akkor, amikor a média üzeneteiről van szó, akár akkor, amikor a közvéleménynek a megkérdezése meg a kutatása van. Mert az, hogy valaki elé oda teszünk egy papírt, és valamit beixel rajta, hogy szeretem, vagy kevésbé szeretem, vagy nem szeretem, hát ez így a dolgok felszíne. Ugye a valóság, én attól tartok sokkal szomorúbb, ugye ha megkérdezünk 100 embert, hogy ő támogatja-e mondjuk a megújuló energiaféleségek részarányának a növekedését, akkor erre 85-90% azt fogja mondani, hogy igen, ez baromi jó dolog, ezt kell csinálni. Na most, ha tovább megyünk és fölteszünk a következő kérdést, hogy ha ez többe kerül, mint ma a villamos energia átlagára, akkor ő hajlandó ezért fizetni vajon, akkor erre a válasz már csak 4-5%-nál az, hogy igen, hajlandók vagyunk megfizetni. Tehát itt azért kőkemény paternalista reflexek élnek, hogy baromi jó dolog, történjen valami, meg hát ezt kell csinálni, majd valaki ki fogja fizetni. De a legérdekesebb dolog ugye az, hogyha föltesszük a harmadik kérdést, hogy tud-e ön arról, hogy a villany számlájában aktuálisan kifizeti a kötelező átvétel köré belső energiáknak a támogatását, akkor ennek körülbelül egy ezrelékje a válaszadóknak, akik tisztában van azzal, hogy igen, ezt most már közel 10 éve fizetjük. Tehát itt valahol a dolgok nem csak ott állnak meg, ugye, hogy a politika által vezérelt gazdaságnak az ügyeiben a nyilvánosság és a tájékozottság kérdése az alapvető, és hát ebben itt kőkemény hiátusok vannak. De hát azért itt a dolog sokkal bonyolultabb annál sem, hogy néhány lobby befolyásolja, vagy nem befolyásolja a politikát. Érzésem szerint egyébként ez a kapcsolat sokkal inkább a másik oldalról indul, csak hát ugye igaz a régi mondás, hogy all power corrupts, tehát we need electricity. Na most ugye a dolognak, ahogy ne csak mélyebbre ásunk, hanem egy kicsit odébb is, hát az igazán, az egész eddigi diskurzus egy nagyon hagyományos mederben van, amennyiben arról beszélünk, hogy mi, mint a politika ágensei, állampolgárokként gyakorlatilag most mit tudunk tenni, vagy mit nem tudunk tenni bizonyos dolgok befolyásolásáért. Hát az igazán forradalmi út, és ezt most nem Lenin, meg Trotsky, meg Stalin mondja, hanem a Shell-nek az energy szenáriója, az az volna, hogy fogyasztóként lehessen dönteni az energy csorszak között. Tehát ugye akkor kezdődne az, ami igazándiból hát komoly realitással volna értelme beszélni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Egy pillanat erre reagálna is a Duránszkai Gábor. Tényleg csak a közvetlenül kutatási adatokból hogy mondjam pár szót. A dolog nem ennyire sötét. A megújuló energia elfogadása, illetve óhaja, az gyakorlatilag 2008 óta folyamatosan növekszik. Hát ezt, hogy a medián felmérésben is látták, abszolút most ez vezet. Az, hogy fizetnének-e többet érte, akár ezik, akár nem, a magyar lakosság egyharmada fizetne többet érte. Tehát ez nem arról szól, hogy van 2-3%, hanem ténylegesen van már egy réteg, aki ezt értékben is elismerni. Tehát a dolgok azért változnak, és talán ezért van értelme ennek a körnek egyáltalán. Igen, köszönöm szépen.
Köszönöm, hogy egy fontos információ volt. Ott egész hátul is van majd kérdés. Most már itt a mikrofon, csak János neked érdezném. Hadd Erzséget, amit már egyszer Az a kérdés ugye, hogy a lakosságot, tehát az állampolgárt érdekelni. Ha nem vagyunk benne a játékban, akkor kívülállunk. Gyömrön élek 5 éve, egy másfél évvel ezelőtt bevezették a szelektív hulladékgyűjtést, és boldogan és lelkesen csináljuk. Aki nem vesz igénybe, teljes mértékig az a teljes kukárat fizeti, tehát változatok vannak a kukárban, ki vannak rakva minden második hét csütörtökön a zöld zsákok, tized annyit úszik a város a füstbe, ez a téma egyik része, a másik ugye laikus vagyok teljesen, a felét nem értettem, amit elmondtak, viszont internet látogató ember vagyok, olyan szövegek jönnek ugye, hogy megkapjuk majd az intelligens 3 órát, olyan ijesztgetésekkel, hogy majd meg fogják nekünk határozni, hogy mit, mikor szabad. Nos, ez talán úgy lenne jó, hogy energiatudatosságra nevelnénk az embereket, hogy menjünk be a pályára, kapjunk labdát, és én döntsem el, hogy igénybe veszem-e vagy nem, fizetem-e a magasabb árat a luxusomért, hogy én akkor fürdöm, amikor akarom, stb. Tehát valahogy úgy lenne jó, hogy engedjenek be minket a pályára, és akkor érdekelni fog minket, hogy paps vagy nem paps, fizik vagy nem fizik, mert nem vagyunk benne hitvevők. Kiszolgáltatottak vagyunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ott mögötte, ön mögött Michael kérdezni. Ja, igen, Michael. Yeah, thank you very much. Yeah, thank you very much. A mikrofon. Couple of comments on the question of information. I think if you take an example, the aftermath of Fukushima situation today, the quantity of information out there is just absolutely enormous. It's not that there's no information getting. The point is how it's being processed, how it's selected, I mean it's obvious that there's a lot of information that is undercover yet. But between what is undercover and between what is actually being reported in European media, there's a huge gap. And I think it's the job of the media to actually translate what happens there. I was completely surprised to find maybe the best mainstream media covering Wall Street Journal, I mean that is really surprising to me, but if it's a real attempt to follow an event as an annual Nem csak a japán társadalmat, hanem a világ összes társadalmat. Nem véletlen, hogy szeptember 11 mintájára, március 11-en, illetve 11 mintájára 3-10-en kívül. Igen, tényleg volt. Köszöntöm a tisztes ipart, szokták ott mondani. Király Zoltán vagyok, ex-újságíró, vagy pontosabban televíziós újságíró, ex-parlamenti képviselő, köztisztviselő, és ezek az exek csak azért vannak, mert egy éve nyugalomra helyeztem magam. De a kíváncsiságom és az érdeklődésem nem múlt el, semmilyen sem amolyan mi voltomban, vagy volt mi voltomban, ámban nem változtam. És nem is kérdésem lenne, mert hiszen nem értek hozzá. De mert újságíró vagyok, kíváncsi vagyok, és miután a közelmúlt, majd negyed század előtti történelemben valamit, ahhoz valami közösségem volt, ezért hagyjak a szakmai zsargon szerint egy-két színest, másfelől pedig egy, még a délelőtti és az egész konferenciához kötődően egy reflexiót. Végén, rövid leszek.
Amolyan kis színes az egyik, ugye szóba került itt Csernobil, meg hát Fukushima is, de én most hadd hivatkozzam Csernobilre, hiszen 1986, jól emlékszem, augusztusában történt. Áprilisában történt, most a tavasz vége nyár. Igen. Igen, tényleg. Igen. És utána ősszel volt a parlamenti ülésszak, és nyilván aztán, akik ott voltak, azért nagyjából a társadalomnak egy jelentős része már akkor is, amelyen középkorú vagy fiatal felnőtt felé értelme azokat az időket, és az akkori tájékoztatás politikát. Szóval nem is tudom hány napig mi semmit nem tudtuk róla. Szóval majdnem olyan titokzatosság volt, mint ahogy most aztán éppen más összefüggésben a Margitai Miklós is ilyesfélét említett. De azért nem lehetett elkerülni, és össze a összi ülészek előtt beadtam egy interpellációt. Ezügyben a Csernobili tájékoztatási anomáliákról. Akkor Sarlós István volt a parlament elnöke, még. Nem kell nevetni, egyébként rendesen megbeszélt. Szóval Sarlós István volt, de bocsánat, most megértem. És nem ez volt az első eset, hogy Sarlós elvtárs elhajtott különféle beadványaimban, de ez esetben sem tűzte napirendre az interpellációk sorában az én interpellációs kérdése, meg beadványát a Csernobili tájékoztatási anomáliától, hanem nemes egyszerűen azt mondta, hogy na menjen és vigye a tájékoztatási hivatalhoz. Na most hát ezt tudtam, hogy nem tudok mit tenni, csak maradjunk abban, hogy nem lett interpelláció, de hát a tájékoztatási hivatalban úgy sem mondott előttetve semmit, ha beküldött nekik az írásos interpellációt, akkor valamit írásba kapok. De hát az nem ugyanaz, mint ott a parlamenti plenáris ülésen elhangzó interpelláció. Ez az egyik a tájékoztatás politikai anomáliák, úgy látszik, vannak még ennek ma is élő történései, vagy erre áthozódó történései is. A másik a szintén elhangzott, ez viszont egyet László kollégától, ugye, aki azt mondta végén, hogy hát szerintem nem vagy megújul energia, vagy atomenergia, hanem szerintem megújuló energia és atomenergia. Na akkor megint, hogy mégis ehhez kapcsolódjak valamelyest a múltból való idézésemmel, ehhez a konferenciához, és környezetvédelem, emlékeznek szintén a Bős-Nagymarosi vitára a parlamentben, amely viszont majdnem azt mondom, hogy napra pontosan 24 évvel ezelőtt zajlott, hiszen 88. október 8. és 10. között volt, ha jól emlékszem. De mindenképpen 9-10-ben, szerintem 9-én szólaltam föl a Bős-Nagymarosi vita. És ott ugye, és azóta, hogy én 8 hónapot készültem rá, hiszen nem vagyok szakember, se közgazdás, se energetikus, se fizikus, se stb. De azért 8 hónapig készültem rá, és ezért 25 percben elmondtam a mondandómat. Volt ott Maróti László akkori környezetvédelmi miniszternek egy mondandója, amely így hangzott, hogy itt nagy vita van, meg ellenőrzések Bős-Nagymarosi ügyében, hogy akkor az most a vízlépcső, demokrácia, hát kedves elvtársak, én azt mondanám, hogy vízlépcsőt és demokrácia. Aztán második, hogy felszóltam, akkor mondtam, hogy nagy taps kísért a Maróti elvtárs ezzel elmondatát, hogy vízlépcsőt és demokráciát, csak egy dologban sátít az egy picit tisztelt ház. A 1950-es években, 1978-ban Magyarországon demokrácia van, akkor most nem vitatkozunk Vízlépcsőben, Nagymarostól. És hogy akkor nem volt demokrácia, akkor igen, a szerepe van az itt ülők jelentős része. No, ennyit erről, és azt mondom, hogy még most is vannak hasonló áthallásai, vagy teszik dezsavi érzéseim, hogy bizonyos dolgokban igazán is demokrácia, azaz nincs nyílt tájékoztatás. És ez több összefüggésben felmondott. És végezetül csak annyit, akkor az alapvető megérzésemről, vagy pontosabban amiért gondoltam, hogy érdemes szólni, és ilyen értelemben nem jól érzem magam, mert annak idején, hogy televíziósként én magam is csináltam, készítettem riport dokumentum filmet ezzel a címmel, hogy Biomassa. 1979-ben. Egy kollégám a Szegedi stúdióban azzal a címmel, hogy energia talpunk alatt, a geotermikus energia. És sorolhatnám még, hogy hány riportot készítettünk nyilván a híradásokban a napenergiából, annak a felhasználásának lehetőségeiről, a módszertani megoldások lehetőségeiről. 1970-es évek végén. Ha akkor a kormányzat ezt ezeket a
hogy mondjam, a sajtóba, tehát akkor az átom kizárt, nincs olyan nem csak, nyilván egyet László is tett valami hasonlók, az biztos tudna példát mondani, de akkor komolyan vette volna az akkori kormányzat, hogy azt mondtam, hogy a későbbiek is, akkor lehet, hogy ezt a konferenciát itt, és aminek ez a témája, amely konferenciák a témájából, a témája ugye ez a környezetvédelem, alternatív energiák és a többi, lehet, hogy már 15 évvel ezelőtt megtartottuk volna, és akkor már nem itt tartanak sokkal előre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a és retrospektív kitekintést Zoltánnak, és akkor kanyarodjunk tovább, ott volt egy kérdés hátul. Hámori Zsolt vagyok, és hát mint média fogyasztó érdekelne ez a dolog, hogy milyen társadalmi megrendelés is az mennyire, ugye pont a Pécsi konferencián elő volt szó, hogy milyen jelenlegi társadalmi megrendelés, ugye a világ harmadik-negyedik ipari nagyhatalmánál volt egy gyakorlatilag egy hatalmas nagy katasztrófa, és ez mennyire megváltoztatta a társadalmi megrendelést. És nagyon szomorúan tapasztalom, hogy a magyar médiában nincs erről szó. Tehát pro és kontra egyébként az érdekes lehetne, hogy mind az atom lobby, illetve az atomellenes lobby szempontjából megváltozott. Ugye ott a hatalmas nagy társadalmi megrendelés változás volt, és ezáltal rengeteg atomerőművet le tudtak állítani, és én nem hallottam arról, hogy világba felmentek az energiaárak, hatalmas nagy tartalékok voltak az energia hatékonyságban, de ezekről részleteket nem tudunk. Tehát mi hír megrendelő jelentkeznék ezzel kapcsolatban. Én csak ennyit, én már azért hallottam róla, hogy az energiára fölmentek. De komolyra fordítva, mennyire befolyásolja a tematikát, vagy a tematizálást, vagy az újságírók által végzett tematizálást az, hogy adott esetben közben országhatárainkon kívül azért ilyen mozgások zajlanak. Mennyire tudjuk kirekeszteni, hogyha a sugárzást nem tudjuk kirekeszteni és átlép országhatárokon, a témák mennyire lépnek át országhatárokon. Tehát az, hogy mi részben azért itt a közvéleménykutatás tükrében tompítottan érzékelünk számos dolgot, ami a világban zajlik, akár atomenergia kapcsán, ez mennyire jó-rossz, vagy befolyásolható? Nagyon furcsán működik ebből a szempontból Magyarország és a magyar nyilvánosság. Tehát, hogyha valakinek még rémlenek ezek az idők, amikor ez a fukushimai baleset volt, akkor egyik délelőtti előadásban volt is szó erről, tehát nagyon gyakori szereplői lettek a médiának hirtelen a Rónaki úr, meg a BMN-nek a atomos kollégája, de gyakorlatilag semmi másról nem szólt az ő mondandójuk, mint arról, hogy hát ez egy kikerülhetetlen természeti katasztrófa, ami igaziból nem kérdőjelezi meg az atomerőművek biztonságosságát, és az összes többi adekvát kérdést az gyakorlatilag föl sem tették, vagy föl sem lehetett tenni a nyilvánosságban. És tehát végig söpört tulajdonképpen az egész művelt világon egy hullám, ami alapvetően megváltoztatta az embereknek az atom energiához a hozzáállását, és sok országban a politikai térképet is átrajzolta jelentősen, hogyha még emlékszünk rá, úgyhogy az antiatom politikai erők látványosan megerősödtek, és ami mutatja, hogy mi tulajdonképpen egy másik bolygón élünk, hogy nálunk gyakorlatilag egy fordított folyamat zajlott le, nálunk nem a atomenergiával kapcsolatos történések rajzolták át a politikai térképet, hanem átrajzolódott a politikai térkép, megjelent egy olyan párt a parlamentben, ami egy kicsit másképp áll hozzá ez a témához, vagy föltesz olyan kérdéseket, amiket más nem. És ennek lett aztán az egyik közvetett hatása az, hogy megváltozott a közvéleménynek is a nézőpontja, és talán sokkal inkább ezért, mint amit a Fukushimáról megtudtunk. Ez a vélekedés, amit Miklós mondott egyébként közvéleménykutatói szemmel vagy fejjel bármilyen módon alátámasztható, hogy van erre vonatkozóan információtok? Tehát
hogy mi áll egy-egy ilyen véleményváltozás, vagy éppen változatlanul maradás mögött? Én őszintén szóval kevésbé egy párt megjelenéséhez kapcsolódva vonnék le következtetéseket. Az biztos, hogy az atomenergia megítélésében Fukushi nagy törés volt. Tehát az atomenergia elfogadásában ténylegesen a Fukushi nagy utáni időszak egy mély pont. Viszont legalább Magyarországon a trend korrigálódott. Tehát az a típusú dolog, hogy az atomenergia megítélése, hát azt kell, hogy mondjam, most arra visszatért a Fukushima előtti állapotra. Tehát ez a magyarországi helyzet, és sokkal inkább olyan típusú dolgok kerültek előtérben, mint a biztonságnak a kérdése, a biztonsági előírásoknak a megszigorítása. Tehát a magyar társadalom most jelenleg ebben látja a megoldást, és kevésbé az atomenergia elutasításában. Tehát én ezzel kicsit vitatkoznék, hogy megjelent egy párt, és akkor ettől változott a magyar társadalomban bármi is. Gyakorlatilag trendekről van szó, ami most jelenleg visszakorrigál, és azért lehet látni, hogy a medián felmérésében 2012-re egy növekedés van például. Én csak annyit tennék hozzá, hogy én is két teljemet szeretném hangoztatni, de erről nincs egyértelmű és világos bizonyítékom, hogy nincs ilyen összefüggés, de konkrétan nagyon érdekes, hogy amennyire én tudom, az LMP az általunk is fölvillantott álláspontok közül azt képviseli, hogy a paksi erőmű működését hosszabbítsuk meg, ugyanakkor határozottan ellenzik a új reaktor beindítását. Most ehhez képest, ezek persze nagyon, hogy is mondjam, csak statisztikailag nem túl szilárd adatok, hiszen egy ilyen felmérésben nincsenek olyan nagy csoportok, hogy komoly érvényes összefüggéseket lehetne kimutatni, de az mindenesetre figyelembe vehető, hogy ezzel az állásponttal a legkevésbé a szavazó táborok közül az LMP szavazói értenek egyet. Tehát inkább azt mondanám, hogy nem annyira világos és tudatos dolgok ezek. Tehát a fejekben elég nagy zavar van. Épp azért is, amit mondtam, nincsen határozott, világos politikai vita erről a kérdésről. Tehát valószínűleg azok, akiknek van valami igényük, azok sem igazán tudnak hova igazodni. És akkor most nem beszéltem persze erről a óriási fölényről, amit az atomenergia lobby a média területén élvez. Köszönöm szépen, akkor még két-három kérdésre jutna idő. Itt volt Péter, Anikó, és aztán még, ha van még egy jelentkező, akkor őt szívesen hallgatsz. Köszönöm, igazából csak nagyon gyorsan egy-két pontosítást szeretnék tenni az elhangzottakhoz, itt meg is néztem pontos számokat. Kezdem az, hogy elhangzott teljes költsége a Fukushimának, az a mai tudásunk szerint a japán ezügyben nevezett bizottság számításai szerint mondjuk 70 és 250 milliárd USA dollár között lesz, tehát mondjuk annyi, mint a Katarina hurikán plusz az azt követő hat legnagyobb hurikán teljes kárhelyzet. Bocsánat, mert az ugye volt egyrészt a baleset, az elhárítás költsége, de ezben a kár enyhítés költsége is benne van, tehát iszonyú nagy pénzről van szó. Második az elhalálozások kérdése, egyetértek itt egy előttem szólóval a téma kezelésébe, de ugyanakkor meg legyünk pontosak, tehát a 13 Fukushima környéki járás hivatalos nyilvántartása szerint idén áprilisig 573 elhalálozást tulajdonítottak a
fukushimai tragédia következménynek nem sugárzás hatására történt ez, hanem nem tudták kimenekíteni a betegeket a kórházból, vagy ott hagyták őket a maga tehetetlen öregek és így tovább. Tehát, hogy azért nem halál nélkül múlt el ez a tragédia, 29 eset akkor még kérdéses volt. Én csak mondok konkrét adatokat. A harmadik szó volt a félrevezető hatóságokról, hogy ez Japánon is mennyire megtörtént, és ez igen, erről szól egy jelentésünk, a Fukushima tanulságai, ami ezt több oldalról vizsgálja külső szakértők bevonásával, és ebben arra következtetése jut, hogy sajnos ez nem a japán nukleáris felügyeleti hatóságok sajátja, hanem gyakorlatilag minden egyes olyan országban, ahol atomerőmű működik. A hatóságok működésére ezek a dolgok kisebb-nagyobb, de inkább nagyobb mértékben jellemzőek. Köztük a Magyar Országos Atomenergiai Hivatalra is, aki bár az EU-s mandátum úgy szól, hogy semlegesen kéne nyilatkozzon az atomenergiáról, sokszor gyakorlatilag népszerűsíti ezt a technológiát. És akkor a negyedik pontnak azt írtam, ötödiknek még egy kicsit egy kitekintés a földrengés, vagy hogy Pakson mi mennyire van megerősítve. Tehát, hogy itt végrehajtottak egy stressztesztet, ami nagyon durva dolgokat találtak, és közben azt mondták, hogy minden rendben van. Köztük földrengés állóság, nélkül lévő falak, amik veszélyeztetik a biztonsági hűtővízrendszert, és így tovább. És itt nagyon, nagyon súlyos dolgok vannak, hogy 30 évig itt hogy mehettek ezek a dolgok az atomerőműben. És tovább lépve csak egy adat még, hogy az üzemidő hosszabbításról, így körülbelül majd kijavít, aki jobban tudja, de hogy így Magyarországon eddig olyan 10-valahány, maximum 30-valahány milliárdot költöttek arra, hogy Pakson tovább üzemelhessenek a blokkok. És a francia a hatóságok és otthoni számvevőszék adatai szerint ott számolták, hogy az ottani blokkokra egyenként olyan 2-24 milliárd forintnyi pénzt kéne költeni ahhoz, hogy biztonságosan vázni az elérhető legmagasabb biztonsági szinten tovább üzemeltethessék, tehát egy igazat közel egy nagyságrenden több pénzt, mint itt, amit magyarok eddig belevetünk. És csak egy kiegészítés felmerült, hogy a megújulók és atomenergia, vagy megújulók vagy atomenergia, ehhez erről is szó pár tanulmányunk. És hogy igazából ezt érdemes, akit érdekel megnézni, hogy három fő területen nem férnek össze, az egyik a technológiai, a hálózatfejlesztési, és itt jönnek be az alaperőmű, vagy nem más kapacitások. Egy másik a szabályozási, energiapolitikai irányoltságok kijelölése, és a harmadik pedig a beruházói háttér. És ez mindegyike külön-külön kizárja igazából, hogy ezek egy ekkora gazdasággal együtt jól megférjenek, de így összességében meg vagy-vagy. Szeretném másról elvenni a szólalási lehetőséget, úgyhogy ha szeretnének, én nyugodtan jelezzék. Megint csak egy mondat, amit László mondott, vagy te mondtál, az, hogy már hallottam energiaáremelkedésről. Azt hiszem, hogy pontosan ezek azok, hogy más dologra, amiről hallani, és tényleg másik tényszerűen megnézni. Csak két dolgot szeretnék említeni. Az egyik a német atomstopp atomkivezetésnek a villamosenergia árhatása. Itt a Kadernyák Péternek, aki hogy mondjam, nem egy sötét-zöld optimista, hanem a Magyar Energia Hivatal volt elnöke és teljesen mainstream technokrata közgazdász, ő nekik volt egy kutatásuk. 2011. márciusában jelentették be a német atomkivezetést, akkor 54 euró körül volt a megawattonkénti villanyár, ez akkor fölment 60-ra, és körülbelül május-júniusra tökéletesen visszaállt, és azóta sem nőtt. Vállalkozások miatt emelkedett meg, sőt, mint utóbb kiderült, a szén-dioxid árak, karbonárak az akkori megemelkedése miatt. Tehát az, hogy a németek az atomenergia kivezetése mellett döntöttek, 1 millió eurócenttel sem emelte meg a német villanyárat. Másik pedig, hogy a japánoknál, ez a Sárlottán Oleknek volt a nagyon-nagyon előadása, hogy mi történt, hogyan alkalmazkodott Japán ahhoz, hogy az 54 atomerőművel jelenleg csak 2 jár. Gyakorlatilag volt egy becslés az energiahatékonyságra, hogy mennyivel kevesebb villanyal tud elmenni a japán gazdaság. 10%-ra becsülték, ez azóta is 18%. És ez elképesztő. Tehát gyakorlatilag minden további nélkül 20%-kal kevesebb villanyal elmegy a japán gazdaság, és idén is pozitív gazdaság növekedése volt ellentétben belül. Hogy még egyébként tényleg az energiaáremelkedés, ez egy lépes megjegyzés, ott ne nézem a villanyszámlamat, és háromszorosan, mint 5 évvel ezelőtt. Jó, köszönöm.
Akkor talán utolsó kérdés, hozzászólás. Én már gyorsan megjegyzésem Anikó szavaihoz, hogy azért azt ne felejtsük el, hogy a Tercó annak idején 20%-os áremelést kért, és kapott is jóváhagyva a tarifákba, amikor leállított az összevegőnket. Köszönöm szépen. Egy-két gondolatot így a beszélgetés végén hagyd tegyek hozzá. Az egyik egy személyes élményt szeretném megosztani. Személyes élmény a médián keresztül, ugye ennyire személyes egy mai élmény. De egy Fukushima körkép 18 hónappal az események után ezt láttam az egyik francia csatornán. Hallatlan érdekes összeállítás volt, nagyon sok helyszíni riporttal. Számra a legdöbbenetesebb tény az volt, az a méretű, és azt mondom, hogy a világ nagy részében megismételhetetlen szolidaritás az emberek között, ami meggyőződés van Magyarországon, sajnos ebben nagyon rosszul állnánk. Ami például olyan dolgokban nyilvánult meg, hogy egy olyan jelentős cég, amelyik házhoz szállít friss zöldséget, természetesen ma már Japánban előírás, minden egyes brokkolira címke kell, hogy kerüljön, hogy hol szedték, hol termesztették, hivatalos bekeres sugárzási értéknek kell rajta lenni a laboratórium által jóváhagyott módon, stb. De lényeg az, hogy ez a cég felvette non-profit portfóliójukként azt is, hogy a fukushimai térségből származó zöldséget is forgalmaz, egyszerűen azért, mert emberek ezrei nem tudnak munkát váltani, és ha az egész generációkra visszamenően rizs termesztésből értek, akkor ő is csak rizs tud termeszteni. És a lényeg az, hogy a vásárlók jelentős része pusztán a termelőnek a támogatása miatt nagy mennyiségben megvesz olyan zöldséget, amit aztán utána nem vesz be a fazékba, vagy nem vág föl és tesz lasztalra, hanem egyszerűen azért, hogy az mondjuk polgártársának, vagy a vele egy országban élőnek az életét megkönnyítse. Számlőző benetes volt. De azt hiszem, ebben egy kicsit el is kanyarodtunk, amiben én igazából egy-két gondolattal összegezni szeretném ezt a beszélgetést, azokban talán több a kérdőjel, mint a tényleges pontszerű megállapítás. Számomra ezekből azt köszönöm vissza, hogy ahhoz, hogy egyáltalán erről valamiféle diskurzus elinduljon és szélesebb kereteket bontson ki, talán először is fontos lenne egy közös nyelvnek a kialakítása, ahol értjük, hogy pontosan miről beszélünk, mi mennyi és mi annyi. Tehát ugye itt egész extrém példák is elhangzottak erre. Ugye mindannyian úgy vagyunk vele, hogy egy forintig, tízig, meg százerig úgy elég könnyen tudjuk követni az összegeket, vagy tudjuk követni az összegeket. A milliárdos nagyságrendekkel már sokkal inkább nehezünkre esik, és amikor ezekről a nagyságrendekről beszélünk, különösen, ha megint csak azt mondom, a falakon kívül és egy laikusabb, kevésbé hozzáértő közönség számára, akkor ezzel nehezen fogunk boldogulni. Ahhoz, hogy egy laikusabb közönséget be tudjunk vonni, vagy ha fontosnak tartjuk, hogy érdeklődők legyünk a téma iránt, meggyőződésem, hogy ezt a témát le kell tudni bontani, le kell tudni egyszerűsíteni a nyelvezetét, vonatkozásait, pro és kontra érvrendszerét lényegesen egyszerűbben kell tudnunk megfogalmazni, és szerintem ez mindannyiunk közös érdeke lehet. És végül, mint kommunikációval foglalkozó embernek azt gondolom, hogy és ez a kulcs nagyon sokszor elhangzott, nyilvánosság és átláthatóság nélkül ez nem fog működni, szerintem mindannyian a saját munkánkban ezért a megfelelő erőfeszítéseket meg kell, hogy tegyük. Ne kössük meg a hétköznapok kompromisszumait annak érdekében, hogy ezzel elzárkózzunk, amennyire tudunk, vegyünk részt ennek a nyilvánosságnak a legalább a résnyire történő ajtónyitás munkálataiban. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm a négy előadónak, hozzászólónak az értékes észrevételeit, és köszönöm önöknek a nagyon aktív bekapcsolódást a munkába és a közös gondolkodásba. Köszönöm szépen! Bocsánat, még egy zárszó, ha minden igaz, akkor itt elhangzik. Elhangzik zárszó? Jelenleg a zárszó mind a két részét én fogom mondani. A Mező János, az Ökopolis Alapítvány ügyvezető igazgató nevében nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek ide. Én pedig szakmai szervezőként azt szeretném mondani, hogy őszintén köszönöm azt a munkát, amit önök is, ti is beletettetek. A demokrácia egy munkaigényes műfaj, és nem megy anélkül, hogy mi állampolgárok kis időt és energiát szánnánk a tájékozódásra. Mi ezt szeretnék a továbbra is biztosítani a tehetségünk és a
képességeink szerint, hogy az Ökopolisz Alapítvány hírlevelén ajánlanám feliratkozásra, ahol hasonló konferenciákról értesítést lehet kapni. És még egyszer köszönöm az előadóinknak, illetve a részvevőknek, hogy velünk voltak a mai nap. Bocsánat, illetve még egy dolog, elnézést, hogy most 4 órától a Michael Schneider úrral egy ilyen exkluzív másfél órás workshopot tartunk, eredetileg civil szervezeteknek, szóval úgy gondoltuk, hogy érdeklődő állampolgárok számára ugyanúgy kinyitnánk, tehát egy lehetőség van most maradni egy másfél órára az állampolgári, mit tehetünk itt állampolgárok kisebb és nagyobb közösségben, szervezetekben, témában.